Nagyon kellemes, szép napot mindenkinek, köszöntek benneteket, tartsatok velünk, egy egész érdekes, szép kis masinát fogunk megnézni. Nem egy fiatal darab, 2008-7. Havja jármű, egy zöld metál színű Hyundai Tucson, amiben egy 2000-es benzines motor dolgozik. Nagyon-nagyon csendesen, majd mindjárt kinyitjuk a motorháztetőt és alá fogunk nézni. Ez egy Comfort Plus felszereltségi darab, és kapcsolható összkerékhajtással rendelkezik. Nagyon keveset futott, amit tudunk is igazolni, itt vannak a kollégáim, látjátok, Feri, Petti és Concerto, illetve van egy hőmérsékletmérőm is, méghozzá azért, hogy megmérjük a klímáját, mert nagyon szépen kisütött megint a nap, és nagyon kellemes idő van, akár még ugye simán most itt használható, sőt, nagyon süti a nap a hátamat, hogy mindjárt kell egy klíma a hátamra. Az autóban egy fantasztikusan szép vaj belső van, ez egy ilyen plüssös kárpitozás, és ehhez tartozóan ilyen kis krémszínű, barna színű kormány, bőrkormány csatoltak, és egy 5-sebességes kéziváltónk van. A motorja 140 lóerős, ugye, és mondottam, nagyon csendes, akkor nézzük először azt meg, körbenézzük, belenézzük mindenhova, hova tudunk, és megyünk vele egy kört, megnézzük menet közben, hogy hogy viselkedik a jármű. Tehát kinyitottam, 16 szelepes dupla vezérmű tengelyes motor, nagyon-nagyon csendesen jár. És szerencsére ehhez még hozzá tudok nektek nyúlni, mert hogy itt van egy gázbogdán, amit meg tudok húzni íme. Nagyon szépen veszi a lapot, jó kis pörgős, hamar lehet vele meglódulni, hogyha szükséges. Kötfényszóró, nagyon szép tiszta lámpák, ezt látjátok, egészséges szép szélvédő, normális kultúrát, karosszíria. Hátul vadonatúj féktárcsa és fékbetét, hát ez látszódik szabad szemmel, aki nem ért hozzá, az is látja, hogy ez teljesen új és csillog-villog. Normálisak szépek az alufelnik rajta, és ezeken a felniken jó állapotú, jó minőségű gumiszettet találtok, majd mind a négy egyforma fajta, egyforma minőségű gumi. Aztán, aki nem férne el ebben a csodaszép nagy csomagtartóban, a tetejére tud tenni kereszttartót, és úgy tud még több mindent rápakolni. Ami még nagyon tetszetős nekem, nem ez a szép kis krómozás, mert ez is gyönyörű rajta, hanem az, hogy külön lehet nyitni az üveget és az ajtót. Miért is jó ez? Mert hogy odatolhatunk a fal mellé, akkor már nagyon nehéz kinyitni így az ajtót, viszont az ablakot, ezt a hátsót ki lehet nyitni így, és hogyha akarunk valamit beledobni, akkor simán beledobjuk, vagy kivesszük belőle. Egyéb iránt pedig dönthető ülései vannak, ugye teljes vízszintesig lehet dönteni, lehet egy nagy ilyen francia ágyat belőle kihozni, tehát egy parkolóban el lehet aludni benne. Nézzük akkor meg, hogy hogy nyílik. Tehát szépen fölnyitottuk a hátulját, és itt is én azt gondolom, hogy nagyon szép ez a belső rész. Sőt, megdöbbentően újszerű, ugye, mint látjátok, nincsen benne elkopva semmi. Ha alánézzünk, akkor pedig egy gyári pótkereket találunk alatta. A roló, az kétkezes, de egykézzel megoldottam. Ki tudjuk itt akasztani ezt a kis részletet, külön-külön, ugye egyharmad, kétharmad, és akkor ledöntjük az ülést, nem is kell nagyon oda mennünk, elég innen csak így meglöknünk, hogyha nem akadályozna az öv, és ennyi volt az egész, már is tényleg ide be lehet csúsztatni, ide egy kis szekrény, de ha azt ledöntjük, akkor egy hűtőgépet, egy nagy méretet ide be lehet dobni a hátuljába, de hogy nem kell fizetni senkinek a szállításért. Nézzünk bele a hátuljába, íme. Most ez a ledöntött verzió, és ugye most ha megnézegetjük, ugye sokszor azért használnak ilyen autókat, mert hogy nagy csomagtere van, és pakolnak bele bőségesen. Itt látszik, hogy nincs ledörzsölve, nincs véghúzgálva rajta, nincs meggyalázva ez a hátsó műanyagrész, ezt nem használták ilyen célra. Isofix. Visszatesszük szépen a helyére, nem tart semmiből sem. Pohártartó, könyöktámasz, felhajtható, fantasztikusan szép a plüskárpit, kopásmentes, cigimentes, kellemes, normális, jó illat van benne. Szép a tetőkárpit, és légzsákok előoldalt, és függöny. Légzsák, elektromos ablakok hátul is. Elől már lehúztuk egy kicsit, most húzzuk vissza például. Ezt is, meg azt is. Megtörtént. Két darab elektromos ablak vagy elől, ugye, és a tükröket tudjuk még ezen kívül, remélem látjátok, hogy látszik a képen, hogy tudom mozgatni, ugye könnyedén, hibátlan az első ülés is, a gyári adatokat tudjuk itt megnézni, súlytáblát,
összkerék hajtás, kipörgésgátló és a kötfényszóró kapcsoló. 107.305 km van benne, innen ugyanúgy szépen pörög a motor, mint onnan előről. Van benne tempomat, ez a tempomatkar. Benyom a klímát, most itt már 26 fok van kint, különben tényleg jó idő van. Hát én most lehúztam jó hidegre, megnézzük majd. Aztán jön a tél, mert hogy szeptember vége felé ketyegünk. Van benne ülésfűtés két oldalra, lehet melegítenünk magunk és a utastársunknak a fenekét. Itt van mellettem a két darab okmány, amivel tudunk még egyéb dolgokat megtudni. Például 22. decemberében, azaz nem egész egy évvel ezelőtt, ugye 10 hónapja volt az, 89.242 km volt benne, ez egy eredeti példány különben, és 21-ben pedig 74.000, tehát tényleg egy keveset használt, igazolt kilométer futású autóba ülök bele, de amúgy tényleg nagyon szép a belseje is. 25.9. hó 30-ig van műszaki vizsgája ennek az autónak, ez most vizsgázott itthon Magyarországon, ugye, itt föl is írtuk ezeket a dolgokat, dinamik felszereltségű, na, a rádiónk jól szól. Abban a futamban ott mindig azt számít, hogy éppen milyen állapotban van az illető. Nézzük csak, leföl állítható a kormányoszlop. És nekünk van egy szabad utunk. Erre kifelé. A kuplung nagyon könnyű, a váltó vajpuhán megy egyik sebességből a másikba. Akinek szüksége van összkerékhajtásra a hazatéréshez vagy a kiránduláshoz, az megnyomja azt a gombot, és ha kigyullad, akkor a műszerfalon, nem a műszerfal gyullad ki, csak egy 4WD lock verzió, ott mutatom nektek. Ha szükséges, akkor ugye a kipörgésgátlót ki lehet belőle kapcsolni. És van egy tempomatunk, ugye ezt pedig be tudjuk kapcsolni, ott szintén megjelenik a felirat, az a kis zöld. Tankolnunk kellene, azzal nem tudunk most mit csinálni jelen állás szerint. Nagyon finom, nagyon vajpuha kuplungja van. Kicsit majd rálépek még itt a gázra, visszafelé menet. Tényleg nagyon pörgős, van benne erő, 140 ló. Szépen viszi a kasznit. Ez volt a rövid utazásunk. Itt az M3 autóparkba meg is érkeztünk. Innentől kezdve nekem annyi dolgom van, hogy beteszem ezt Lükveszbe, betolatok vele, és elkezdem feltölteni a YouTube-ra ezt a videót, hogy minél hamarabb meg tudjátok nézni, és akinek megtetszett, az minél hamarabb el tudjon ide hozzánk jönni. Tudjátok, hol vagyunk, Budapesten, a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban. Köszönöm, hogy velünk voltatok, ne felejtsétek el megnyomni ezt, és iratkozzatok fel a csatornánkra, a viszontlátásra.